Néhány hét is elkészül az Albaring. Na nem arra kell gondolni, hogy Forma 1-es versenypályát épített Székesfehérvár, de a volt Elese pályán nagyon komoly tervezéssel és kivitelezéssel, valamint a városgondnokság segítségével modellversenyautópálya épült. Nem is olyan sokára elektromos hajtású, távirányítású modellautók körözhetnek a ringen. A kivitelezés az most járunk ilyen nagyjából ilyen 2 hét körül. Azt mondanám, hogy teljesen biztosra nagyjából egy 1,5-2 hét, amire azt mondhatjuk, hogy teljesen készen lesz úgy, hogy használható állapotban. Amit említettem, itt, ahol most állunk ezen a helyen, lesz egy emelvény. Úgy szoktak ezek jól működni, és versenyeken, világbajnokságokon is úgy működnek, hogy nagyjából ilyen 3 méter magasról olyan magasan állnak az emberek, és úgy látni be jól a pályát, és az annak ehhez még el kell, hogy készüljön, azt pontosan nem tudom még megmondani nektek, hogy ez mikor lesz. Az autók méretüktől eltekintve a megszólalásig hasonlítanak nagy testvérükre, a legjobbak akár 100 km/h sebességre is képesek, igazi autókülönlegességek kicsinyített mását találkozhat az, aki hétvégente ellátogat a helyszínre. A fehérvári csapat tagjai minél több országos verseny megrendezésére készülnek a leendő Albaringen.